Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír november 16-ára. A mai napon valami olyan ellentmondásos, különösen ahogy a férfiak viselkednek. Mert a férfiaknál megvan most az igény, hogy ők álljanak a középpontban, hogy megkapják az elismerést, de nem beszélnek erről. Nincs meg itt ez a napsugárzás, mint ahogy a képen bal oldalon látható. Ők szeretnék azt, hogyha meg lenne ez a kisugárzás, de nem mutatják ki, hanem elbújnak az erdőbe. Itt a képen, ez jobb oldalon látható, ezért is választottam ezt a képet. Persze, hogy ők az erdőben vannak, ezt szimbolikusan kell érteni. Megvan náluk az a vágy, hogy mások észrevegyék őket, különösen az, hogy te vedd észre őt, de nem beszélnek erről, ezt nem mutatják ki, hanem elbújnak, és arra várnak, hogy mi fedezzük fel őket, vagy te fedezd fel őt, tehát keresd vele a kapcsolatot. Figyelj arra, oda, hol van, mit csinál, és dicsérd őt. A kérdés az, hogy megérdemli-e, vagy sem. Ha megérdemli ezt a dicséretet, akkor tedd meg, mert akkor nyitottabb arra, hogy találkozzon veled, vagy legyen beszélgetés, de ha nem érdemelte ezt meg, akkor hagyd az erdőben, ne keresd. Hagyd azt, hogy bújjon el, és majd jelentkezzen magától, és ez bekövetkezik már a napokban. De jelenleg erre még nem lehet számítani. Abban az esetben, ha te nem keresed vele a kapcsolatot, és nem dicsérgeted őt, akkor mi fog történni? Megsértődik, visszahúzódik, nem jelentkezik, és ez bánt téged. De légy kicsit türelmes, mert hamarosan jelentkezni fog magától. Ami bennünket, hölgyeket illet, nálunk is megvan egy elképzelés, mert szeretnénk érzelmekről beszélni, szeretnénk a párkapcsolatról, tervekről beszélni. Itt van két lehetőség. Vagy mi, hölgyek, keressük vele a kapcsolatot, de ő nem akar érzelmekről beszélni, ő nem akar párkapcsolatról beszélni, ő nem akar a tervekről beszélni, tehát ezt hagyjuk jelenleg, mert ez nézeteltérésekhez vezethet. Amit mondhatunk, az, amit ő elvár. Hogy mennyire tökéletes, milyen szép és okos, dicsérgetni kell őt, mert ez tetszik most neki, hiszen az nála fontos, hogy ő legyen a középpontban, ezért ő nem tesz semmit, hanem vár arra, hogy mi, hölgyek, felfedezzük ezt, felfedezzük ezeket a jó tulajdonságokat, és hogy kimondjuk ezt. Akkor megvan az elismerés, akkor boldog, és elérte azt, amit ő elérni akart, és ha szerencsénk van, akkor majd lassan elkezd ő magától érzelmekről beszélni, vagy a párkapcsolatról beszélni. És most mutatok egy másik képet. A Jóvéda lefordítva az élet tudását és bölcsességét jelenti. Itt van három energiamező. Vata dósa jelenti a mozgást. Pitta dósa jelenti a változásokat, és Kafadósa jelenti mindazt, ami biztos, amit meg kell tartani. Ha megtekintem a napi horoszkópot az indiai asztrológia szerint november 16-ára, Szaturnusz bolygóig, mert ezek a személyes bolygók, ehhez jön a hold és a nap állása. A tűz elemében van a hold, az jelenti a bátorságot, a lelkesedést, a testi kapcsolatot, a holdnál érzelmekről van szó. A tűz eleme az a Pitta dósához tartozik, tehát itt vannak most a megújulások, a változások. Ez kihat az érzelmeinkre. A Föld elemében van egy visszafele haladó Mars bolygó, utal a férfiakra, akkor itt a Föld elemében található még Szaturnusz bolygó, segít abban, hogy kialakuljon valami, de néha jelenti a korlátozásokat is, és a férfiak, hiszen Mars bolygó, az a férfias energia, most nagyon visszahúzódóak. A víz elemében van a nap, Merkur bolygó, Vénusz bolygó és egy visszafele haladó Jupiter bolygó. A víz eleménél érzelmekről van szó. Itt van Vénusz bolygó, utal a szerelemre és utal ránk hölgyekre. Itt található a víz elemében Merkur bolygó, az jelenti a kommunikációt, tehát mi hölgyek szeretnénk nagyon érzelmekről beszélni. A nap megvilágít valamit, szeretnénk valamit tisztázni, de nem lehet, hiszen ez a férfi visszahúzódó. Az a fontos, hogy mi hölgyek okosak legyünk, és kicsit türelmesek. Majd a napokban javulni fog a helyzet. Itt a víz elemében van Jupiter bolygó is, az jelenti a szerencsét, de Jupiter bolygó hajlamos arra, hogy eltúlozzon valamit, és a víz eleménél érzelmekről van szó. Mivel visszafele halad, fogjuk ezt vissza. Nem szabad most semmit eltúlozni. A levegő elemében nincs bolygó, tehát hiányzik a Vata dósa, hiányzik a mozgás. Ez azt jelenti, hogy legyünk kicsit türelmesek, amíg az ő részéről lesz közeledés, és lesz mozgás, amikor majd előre mennek az események. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!